Ahol én vagyok, annak a központi falunak a neve Oventéni, ez magyarul, ez az indián nyelvből, a aseninka nyelvből jön. Azt jelenti, hogy egy falu, egy völgyben, egy ilyen fenségszerű helyen, ez az utolsó várostól, ahol már még elmegy az aszfaltos út, akkor ahol még van elektromosság, televízió, internet, újság, ami a legalapvetőbb dolog. Én attól a várostól 160 kilométerre vagyok beljebb, ahová már csak földutakon lehet menni, nagy, egy nagy folyót kell átszelni, ahol mint csak ilyen kompszerű, összetákolt csónakokon kell átmenni, és akkor utána már semmiféle jármi, csak ezek az összkerék meghajtású, amelyik be tud menni, amelyik meg tud birkózni ezzel az út ami ott van. Tehát ezért nekem ezt a 160 kilométert, hogy megtegyem, még a legjobb nyári időjárási és útviszonyok között is kb. 7 órára van szükség. Téli időszakban pedig, hát mi mindig csak azt kell, megérkeztél vagy nem. Mert hogy most ez két nap, három nap, négy nap, ez már teljesen mindegy. A lényeg, hogy valaki elérte a célját, vagy pedig volt visszafordulni egy pár napi kínlódás után az erdőbe, a sárral, mert egyszerűen ugye beragad az autó. Ott az útviszonyok miatt a távolság az egészen mást jelent. Ez a Szanramoni Vikáriátus, ahol jelenleg vagyunk 38-an papok, 8 nemzetből áll össze, legkevesebb köztünk a perui természetesen. A mi Vikáriátusunk az egészen új, hatféle indián nemzetség él rajta, mindegyik a maga saját nyelvével, saját egyéni szokásaikkal. És én így kerültem az Aséninka indiának közé. A 20. században ment oda először telepes, tehát 1935-ig ezek az indiánok itt háborítatlanul éltek a civilizációnak minden ártalmától mentesen. 35-ben jöttek oda az első telepesek a Ferences atyáknak a kíséretében, tehát ez Ferences missziós terület. A központi faluhoz tartozik még 42 indián közösség. Nem mondjuk falunak, mert ugye mi, a mi fogalmaink szerint a falu, ahol a házak egymás mellett vannak sorban, ők pedig úgy laknak, hogy mindenki a maga kis földterületén csakrának nevezik a farmot, vagy ugye, el tudjuk képzelni, és ezért egy olyan 20-30 kilométeres körzetbe szétszóródva él egy, egy ilyen indián közösség, és ebből van 42 a plébánia területén. A területe a plébániámnak körülbelül egy kicsivel több, mint 100 kilométer, tehát mondjuk egy Magyarországon egy megyének megfelelő terület ez, ahová legtöbb helyre egyenőre még csak gyalog lehet eljutni, tehát ezért sokszor gyalogolni kell egy-két napot is, hogy eljusson az ember egy-egy ilyen indián közösséghez. Egy időben volt lovam is, ami megkönnyítette az utat, de aztán el kellett adjam, mert nagyon megszorultam anyagilag, építettünk egy diák otthont, és nem volt pénz, és akkor kénytelen voltam ugye pénzét tenni a lovamat. Most ez arra volt, hogy nyilván, mikor megyünk, akkor valamit viszünk nekik, legtöbbször én a gyerekek számára, vagy az iskola fölszereléseket, füzeteket, ceruzát, meg, meg ilyeneket, hogy tanulni tudjanak. Hát ugye el lehet képzelni ezek a gyerekek, hát nagyon alacsony színvonalon vannak. A felnőtteknek a nagy része ugye analfabéta, ez magától érthetődik. Noha a plébánium területén most már van 39 általános iskola. Tehát ezek egytől hat osztályig működnek ezek az általános iskolák. Hát a színvonaláról most inkább jobb, ha nem beszélünk, mert ugye annak a Nálunk sokszor tényleg az óvodában többet megtanulnak a gyerekek, de hát ennek megvan a maga oka, mert ugye sokkal jobb, hogyha az indiánok egy kicsit buták maradnak. Könnyebben lehet ugye akkor becsapni őket, manipulálni, sokkal könnyebb tőlük kicsalni az erdőket, a fát kivágni, ugye, mert hát pont ez az egyik alapvető, amiért a fehér ember oda jött, ugye, hogy a pusztítani az őserdőt, a fára szükségük van. Minden ö, falunak megvan a maga saját földterülete, mi úgy ismerjük, hogy rezervátum, ugye, ahová csak az ő engedélyükkel lehet belépni. Most ezért ugye őket nagyon könnyen be lehet csapni, akkor megkapják az engedélyt, hogy bemenjenek a, a, annak a közösségnek a területére, és akkor lepusztítanak mindent. És ennek van hogy az a negatív következménye, hogy ők évezredeken át az őserdőből éltek, amelyik ugye mindent megadott nekik a megélhetéshez, tehát nem kellett nekik verejtékezve dolgozni, gyümölcsök magok, meg gyökerek, vadállat, minden, és most, hogy ezekkel a hatalmas gépekkel bemennek, teljesen letarolják, és ők nem értik, hogy mi történt, tehát nem tudják felfogni és észre megérteni, hogy nem lenne szabad hagyni, hogy pusztítsák az őserdőt. Ahhoz, hogy megértsék, először is tanulni kell, tehát a tanuláson átvezet az út a felemelkedéshez, meg mindenhez. Tehát amíg egy valaki analfabéta, addig nem lehet neki magyarázni, mert egyszerűen a, a logikai kapcsoló képessége, megértő képessége olyan alacsony szinten van, hogy ez a hazug világról neki valami elmagyarázni, tehát másként nem lehet, ugye ezért mi a hangsúlyt a tanulásra tesszük, és a püspök atyával én beszéltem erről, hogy mit tudnánk tenni ennek érdekében, és hát egyetlen megoldásnak csak az látszott, hogy egy diák otthont kell létrehozni a plébánián. Ugye ez azért nagyon fontos, mert hogyha van is olyan indián gyerek, akiben van egy kis szellemi többlet plusz, és még ráadásul akarna is egy kicsit, tehát akarat is van benne, akkor sem tudott tovább tanulni, mert hát egy-két napra lakik a faluban lévő gimnáziumtól. Tehát ide csak úgy tud jönni tanulni, hogyha egész héten ott lakik benn, és legfeljebb hétvégén fog hazamenni és akkor így álltam neki egy ilyen diákotthont létrehozni. Három évvel ezelőtt, amikor itthon voltam, akkor ezért jártam templomról, templomra, hát gyakorlatilag koldultam, meg itt a baráti köreim és támogattak, segítettek, és hát hála Istennek ebben az évben elkészült, és márciusban meg is nyílt mert ott ugye márciustól karácsonyig tart az iskolai idő. És akkor én végigjártam ezt a 39 általános iskolát, és kiválogattam ugye a legjobb gyerekeket, meg azokat, akik nem csak hogy tanulnak, hanem akarnak is tovább tanulni, mert van, aki egyszer megmondta, hogy ő nem, neki ez tökéletesen elég, és semmi több más. És akkor ezekből a gyerekekből kezdtük el most az első évet.